És ez itt a Nagykép, Németh Róbert. Jó estét. És Hont András, szintén jó estét. Miről lesz ma szó, Robi? Közeleg a nyár, sőt, hát most már nem közeleg, hanem itt van, és hát ilyenkor adja magát a helyzet, hogy beszéljünk például a fesztiválokról. De a mai műsor az egy ilyen two-in-one típusú megoldás lesz. Részben a műsor első felében beszélgetünk fesztiválokról, fesztivál szervezőkről, beszélünk arról, hogyan alakultak a hazai fesztiválok, vagy hogyan alakult a sorsuk, de fogunk beszélni egész konkrét ügyekről is, hol mit lehet látni, mennyiért, tehát lesz egy ilyen közszolgálati szála is a műsornak. A műsor második felében pedig erre ráfűzve az idén 40 éves Pál utcai fiúk vezetőjével, Leskovics Gáborral, Lecsóval fogunk beszélgetni, akik ugye egyfelől folyamatosan részei a hazai klub és fesztivál életnek, és egyébként hamarosan lesz egy évfordulós koncertjük, és egyébként ott lesznek az idei fesztiválok egy részén is. Kiválóan összefoglaltad, akkor jutalomul kezdjünk Orfűvel, ahol te is fel fogsz lépni. És akkor az első, hát nem meglepő módon, mert a fesztivál szezonnak azt hiszem, hogy hagyományosan már a beindítója az Orfű, tehát akkor Fishing on Orfű, Dancing in the Nightclub. Csókoljál meg, kis csillag. Egyedi Péter szervező van velünk, szervusz. Sziasztok, hello. Szia. Na, mi fog történni most Orfűn? Egyébként helytálló, amit előbb mondtam, hogy... Mármint úgy kérdezi az András, hogy mi olyan fog történni, amit előre lehet látni. Igen, amit előre lehet látni. Az, hogy téged meg fognak dobálni a közönségből, Robi, azt még nem lehet kiszámítani, de... És azt sem, hogy te, András, egy WC-ben fogsz ismét koncertet adni. Nem. Na jó. Térjünk át, igen, azokra, amiket lehet látni. Hogy mondjam, nagy megfejtés nincs. Hiába vagyunk ünnepeltek ebben az évben, hiszen ez a 15. Fishing on Orfű, amelyet idén megszervezünk, és megtartunk június 28-tól július 1-ig. És ugye azért ez a 15. meg 2020-ban a fesztiválok túlnyomó része elmaradt, többek között mi is. De azért jubilálunk, és a magunk módján jubilálunk, tehát a fesztivál, hogy mondjam, hozzáállása vagy karaktere semmit sem változik. Idén is az a lényeg, hogy ott legyen az élő és nem mainstream koncert produkcióknak a színe java. Bocsánat, és... itt hagyni csak egy zárójelet miattad egyébként. Mármint, hogy itt emlegetted a nem mainstream kínálatot. Ugye évekkel ezelőtt, nem tudom hány évvel ezelőtt volt egy ilyen nagyon határozott állítása a Fishing on Orfűnek, hogy kifejezetten a hazai nem mainstream produkciókra fog koncentrálni. Ilyen értelemben nem áll be a fesztiválok zömének a vonalába, ami úgy nagyjából mindent meg akar mutatni, hanem kifejezetten erre a nem mainstream kínálatra koncentrál. Ez bejött? Vagy bejött? Én úgy látom, hogy bejött. Abszolút bejött. Ez 2018 volt, amikor nyíltan felvállaltan elmondtuk, hogy a mindenki más fesztiválja akarunk lenni, és itt arra gondolta a Lovasi, fogalmazta meg ezt ilyen szépen, hogy akkor látszódott, hogy szépen beállt egy olyan mainstream, nem mainstream vonal a magyar könnyű zenében, ami a 90-es években volt hasonlatos, amikor a kereskedelmi rádiókon keresztül uraltak produkciókat, piacot, és azt mondtuk, hogy olyan produkciókra akarunk koncentrálni, igen, akik nem nincsenek ott minden tömegrendezvényen, nincsenek ott minden ingyenes rendezvényen, hanem értéket képviselnek, és lelkületben, hozzáállásban a muzsikálás és az értékteremtés az elsődleges céljuk, nem pedig a csúnyább dolgok. Bocsánat, a zárójelemből egy zárójel, aztán tényleg térjünk át a konkrét kínálatára a fesztiválnak, hogy szerinted egyébként lezajlott így a magyar fesztiválpiacnak ilyen differenciálódása? Mert ugye nagyon sokáig azt érezhettük, hogy van egyfajta kínálat, ez megy körbe az országban, és jó napot kívánok. És ehhez képest én legalábbis úgy láttam, hogy lett egy ilyen valamilyen fajta differenciálódás. Bizonyos fajta irányokba szakosodtak a zenei fesztiválok. Így van. Szerintem ez sose volt egyszerűbb, hogyha te tudod, hogy mit szeretnél, és mire vágysz, hogy akkor mit választ erről a piacról. El lehet menni Palóznakra, fűs szöcsöket kortyolgatni és jazzzenét hallgatni, el lehet menni a Fekete Zajra megnézni, hogy hol tart éppen a akár az industriál, akár a gót, akár a metal szintér. El lehet jönni hozzánk, ahol igyekszünk mindig jobban előtérbe helyezni a fiatal feltörekvő, főleg gitár, de ugye ez már egyáltalán nem stílusfüggő dolog, olyan produkciókat, akikben látunk értéket a könnyű zene, az alternatív zene terén, és
számos más példát is mondhatnék, úgyhogy én azt gondolom, hogy aki pedig tömegrendezvényre vágyik, mert arra is van igény, az is megtalálja a számítását, és el tud menni olyan tömegrendezvényekre, ahol meg tudja nézni a kedvenceit egy nagy csomagban. Na de akkor az ideig kínálat. Akkor térjünk vissza az ünnepelt fesztiválnak a műsorára. Van-e valami olyasmi, amivel csak Orfűn lehet találkozni, vagy valami olyasmi, amivel először lehet Orfűn találkozni? Egy kicsit haza beszélek, mert nyilvánvaló, hogy ezzel már támadtak minket akkor is, amikor voltak a Kispál és a Borznak a tematikus visszatérő koncertjei 2014-15-16-ban, hogy miért csak Orfűn? Hát nyilvánvalóan azért, mert a zenekar itt érzi otthon magát, a Lovasi érdekelt a fesztivál szervezői csapatában benne van, szóval a Kispál és a Lovasi nevű formáció, ami nem a Kispál és a Borz, itt tart nálunk az exkluzív fesztivál koncertjét, tehát más könnyű zenei fesztivál, amit nem fognak fellépni, csak egyéb zenei rendezvényeken, és ez egy tök szuper kis produkció, amit egyébként valamilyen szinten a véletlen hozott életre. Ugye tavaly volt a Kispálon Orfűn mini rendezvényünk augusztusban, ahol visszatért a legendás zenekar, és mi a szombati nagy koncert előtt a pénteki estére azt mondtuk a zenekarnak, hogy mi lenne, hogyha valami minimál akusztikus felállással játszanának. És mivel ők már játszottak a Lovasi kertjében a Kispivel duóban intim felfogásban a Kispáldalokat, ezért azt mondták, hogy persze csináljuk. Aztán a fesztivál előtt nem sokkal, kb. Egy hónappal azt mondták, hogy itt azért, hogyha tényleg most már lesz 3-4-5 ember, akkor ez a felállás egy kicsit számukra nem feltétlen komfortos, és ezért zenekarrá bővültek Babcsán Bencével, meg Észabú Unorral, ráadásul vendégek között még Németh Júci is feltűnt azon a koncerten, és ez egy nagyon-nagyon hangulatos és felszabadult koncert volt. Ők főleg a Kispál történetének az első korszakában, vagy első harmadában játszanak dalokat, és azok közül sem feltétlen ott a slágereket, hanem a számukra érdekes vagy különleges dalokat játszák. Úgyhogy ez egy igazán különleges koncert lesz, amely fesztivál körülmények között nálunk lesz egyedül látható. A másik, hogyha ezzel kapcsolatban nincs kérdésetek, akkor a másik, az pedig egy nagy visszatérünk, ugye a Quimby. Ha jól emlékszem, 2018 óta nem volt Orfűn, és most nagyon örülünk, hogy újra fellépnek nálunk. Említetted a Fishing on Orfűnek az ilyen kisebb rendezvényét, amiről eszembe jutott, hogy Orfűnek lettek mindenféle leágazásai az évek alatt. Nem, a mini Fishingre gondolsz? Igen, például. Igen, és ez az idejében is hiperaktuális. Ugye 2021-ben, amikor visszatérhettünk a pandémia után, akkor egy kis fesztivállal, egy harmad akkora fesztivállal nyitottuk a szezont júniusban, mint a Fishing, és ezt mini Fishingnek neveztük el, és ez iszonyatosan nagy siker volt, hiszen 3000 főbe korlátoztuk a látogatókat a Fishing 9500-as vendégszámához képest, és nyilván kevesebb zenekar, kevesebb helyszínen, de sokkal szellősebb, sokkal barátibb hangulatban töltött itt el 3 napot. És valamilyen szinten beillik ebbe a sorba a már említett Kispálon Orfű, amit tavaly augusztusban tartottunk meg. És idén is lesz egy mini Fishing, ami Happy Fisherman Camp al címet kapott. Itt szintén a kúrány zenekarok, nagy zenekarok, headlinerek mellett azért rengeteg tehetséget igyekszünk bemutatni a közönség számára, és egy ugyanolyan fishinges hangulatú 3 napra invitáljuk őket, ami ugye már megszokott a Fishingtől. Nyilvánvaló kérdés szerintem, és majd szerintem nem te vagy az egyetlen, akitől meg fogjuk kérdezni ebben a műsorban, hogy mennyire rugott alá a fesztiválnak az elmúlt 2-3 év, részben a pandémia, részben a háborúval összefüggő mindenféle gazdasági történések, meg egyáltalán. Mennyire fogjuk érezni az inflációt Orfűn? Mi lesz ennek a következménye? És mennyire érzitek ti a közönségen a változást, hogy ugyanott tartottok a elfoglalásban, vagy nem? Mennyire válság sújtotta az idei nyár? Én azt gondolom, hogy az idei évre realizálódtak a Fishing árai. Én azt gondolom, hogy én több mint 10 éve dolgozom ezen a fesztiválon, és az első felében ennek az időszaknak kifejezetten olcsónak számított a Fishing on Orfű. Aztán az árak elkezdtek szépen felzárkózni a valósághoz, és ez szerintem az idei évben lett az, hogy igazából tényleg már multiszóval benchmarkingoltunk egy kicsit, és tényleg megnéztük, hogy a hasonló kínálatú, hasonló méretű rendezvények milyen áron árusítanak napi jegyeket, bérleteket, kempingjegyeket. És azt gondolom, hogy érezhető lesz az infláció a fesztiválon ugyanúgy, ahogy a világon mindenhol. Tehát az elmúlt évekre igen sajnos jellemző volt, hogy
hogy elkezdtek drágulni az árak. Ennek ellenére a mi közönségünk úgy tűnik, hogy továbbra is lelkes és kitartó, hiszen a fesztivál történetének leggyorsabb tárháza lett az idei Fishingé. Március elején kellett kitenni a megtelt táblát, azóta nem tudunk jegyeket eladni. Hát Egyedi Péternek köszönöm szépen, hogy beszámolt a Fishing fejleményeiről. Reméljük, hogy aki bejut vagy bejutott, sikerült jegyet venni, az jól fogja magát érezni, és hogy a válság ide, válság oda, ez a fesztivál szezon is kellően sok élménnyel fog lemenni. Így van, én is ebben reménykedem, sőt, én valami szinten azért magabiztosan mondom, hogy szinten ez így lesz. Köszi szépen. Legyen így, oké, hello. Hello. Köszi szépen, hello. És akkor most következő vendégünk Erhaft Attila, a Művészetek Völgye ügyvezetője. Szerbusz! Szia, köszöntöm a hallgatókat! Hello, hello! Németh Róberttel itt ülünk, előzőekben Orfűről beszélgettünk, ahol ő érdekelt, a Művészetek Völgyében pedig annyiban voltam tavaly én érdekelt, hogy éppen odafele kerékpározva sikerült akkorát estem, hogy... Mint az ólajtó. Igen, mint az ólajtó, hogy a Veszprémi Kórházban töltöttem aztán az időm nagy részét. Őszintén remélem, de ezzel most nem kedvet akart el. Nem, annyira nem vette el a kedvemet, hogy két hétvégét is lent fogok tölteni. Mit fogok látni? Mi már nagyon készülünk a Művészetek Völgyére. Ugye idén 32. alkalommal rendezzük meg július 21 és 30 között Kapolcson, Vigán, Petenten és Talján Rögdön. Igazán izgalmas programokkal készülünk idén is. A nagy színpadunkon olyan ikonikus fellépőket láthatnak majd, mint például a Csíkzenekar kiegészítve Karácsony Jánossal és Presszerrel, a nagymesterrel. Egy Dalamién 2.0 újra töltött produkcióval érkeznek, ami az ország számos helyen már látható lesz a nyár folyamán, de minden egyes alkalommal valami újítással készülnek, és ez nálunk sem lesz másképp. Nyilván a nagy színpadunkon még jó pár egyéb fellépőt is felvonó mutatunk ebben az évben, amire igazán büszkék vagyunk, hogy a Punani Masszív egy olyan különleges koncerttel készül, amit sehol máshol nem lehet majd látni, csak is a Művészetek Völgyében. Ezen kívül vendégül látunk olyan zenekarokat is, például, mint Dés László, aki zenekarával kiegészítve öt nagyszerű vendéggel, többek között Básti Júlival is érkezik a helyszínre. Ami idén egy nagyon-nagyon fontos dolog nekünk, és örülünk, hogy sikerült leszerződtetnünk végre nagyon hosszú év, sok év munkája után Zoránt, aki több mint 20 év után tér vissza fesztiválokra fellépni, igazából nálunk tartja az egyetemi fesztivál koncertjét. Nyilván a könyvzenei koncertek mellett nagyon sok komoly zenéprogrammal, színházzal várjuk a látogatókat. Az idei évben is lesz olyan színházi előadás, amit a Művészetek Völgye mutat be. Ezt Posgai Zsolt rendezi. Darabban Szulák Andrá és Kautsky Armand mellett még jó pár kiváló színész játszik, és a Mirandol Ennek című előadást lehet látni. Úgyhogy igazán izgalmas 10 nap lesz. Nyilván a szokásos vásári forgatag is megjelenik ebben az évben is. Úgyhogy nagyon készülünk, és nagyon várjuk a látogatókat. Nekem az a meglátásom, vagy az észlelésem a Művészetek Völgyével, vagy ahogy mindenki emlegeti Kapolccsal kapcsolatban, hogy... Van egy ilyen folyamatosság, vagy állandóság, mondod, hogy 32. alkalommal rendezitek meg ezt a fesztivál, nem is tudom, hát nem is egy fesztivál, hanem egy fesztivál folyam ráadásul. Szóval, hogy van egy állandóság a Művészetek Völgyében, de hogy azt látom, hogy az elmúlt években egy ilyen változás, vagy frissülés, vagy vérfrissítés is lezajlott. Jól látom már. Igazából, ami minden fesztiválra jellemző, az nálunk is megjelenik, hogy nyilván próbálunk arra törekedni, hogy a látogatóink minden rétege megtalálja nálunk a programot. Tehát nyilván nálunk is vannak olyan új zenei, könnyűzenei előadók, vagy akár új színházi formációk, akik mondjuk most bontogatják szárnyaikat, vagy most törnek be igazából a kulturális piacra. Tehát ezt a trendet nyilván mi is követjük. Amellett, hogy természetesen ezre a művészetek nagyon komoly hagyományai vannak, amiket nagyon fontos, hogy megőrizzünk. Úgyhogy nálunk így igazából az valós mondat, hogy 0-tól 99-ig valóban mindenki, vagy hát 100 fölött is akár, valóban megtalálja nálunk a programját, amit szeretne megnézni adott nap. Kissinger akkor föltehetőleg tiszteletét tehetnénk Kapolcson, de nem is az életkora miatt lógott ki, hanem amit elmondtál, mint kínálatot, az olybá tűnik, minthogyha nagyon határozottan a magyar közönségre fókuszálnátok. Abszolút, a látogatóinknak a 99%-a az magyar látogató, a határon túl is érkeznek hozzánk. Nyilván most már egyre több külföldi látogató is ellátogat hozzánk, de ők is inkább olyan szinten, hogy külföldi állampolgárok, de magyar leszármazottakkal rendelkeznek, úgyhogy alapvetően nálunk az egy fontos szempont, hogy a programokat elsősorban hazai
vendégeinknek szervezzük. Nyilván ezek innenától látszik, hogy jelentős túlnyomó többségben csak magyar fellépőket léptetünk föl, elenyésző a külföldi fellépőknek a száma. Az a táj, ahol zajlik ez a fesztivál, az ugye 30 vagy 40 évvel ezelőtt inkább kultikus volt, mint mainstream vagy népszerű, de az elmúlt 3 évtized alatt hát egy ilyen nagyon divatos és felkapott helyszín lett. Néha azt lehet érezni, hogy Budapestnek egy része így leköltözik ide a nyárra. Gyakorlatilag így van, a Balaton felvidékre. Hogy ezzel együtt, vagy ettől függetlenül, vagy nem tudom, azzal együtt, amit mondtam, sikerült megőrizni így a fesztiválnak az otthonosságát, barátságosságát, nem lett túl... Intimitását, igen. Én azt gondolom, hogy igen, mert nálunk ugye a sok más fesztivál ellentétben nem egy giga nagy körbe zárt területre érkezik a látogató, és nem is arra, hogy nagy színpad hátán nagy színpadot talál, hanem nálunk valóban a településnek az életterébe költözhet be a látogató is arra a 10 napra. Például magánudvarok nyitják meg a telkeik, a portáikat, ahol mindössze pár száz ember tud mondjuk élvezni egy olyan programot, amit egyébként mondjuk más fesztiválokkal akár több ezer ember előtt tartanak. Tehát nyilván mi erre nagyon törekszünk, hogy a családiasság, az intimitás az megmaradjon mindenhol. Tehát nagy befogadó képességű helyszínünk az jóval kevesebb van, mint a kis befogadó képességű, tényleg pár száz fő szórakoztatására alkalmas családias intim helyszín. Ugye, amit most mondtál, tehát van egy ilyen kettősség, ugye, ami vesztek völgyében, hogy nincsenek ilyen nagy méretű vagy nagy volumenű helyszínek, sok kis helyszínnek a hálózata ez a fesztivál. Viszont én azt gondolnám, hogy ez egy picit bonyolultá is teszi egy ilyet megszervezni, hiszen sok kis helyszínt kell összehangolni, plusz sok kis helyszínnek a fenntarthatóságát, működését kell biztosítani. Mennyire nehéz évről évre összehozni a művészetek völgyét? Minden évben kihívás, hogy művészetek legyenek a szervezése, de az a fajta kihívás, amivel az ember örömmel tölti az idejét. Ugye ebben az évben már több mint 48 helyszínünk van a művészetek völgyében, és ebben a 48 helyszínben a 10 nap alatt több mint 2200 program kap egyébként helyet. Tehát nyilván egy nagyon komoly feladat, de nagyon komoly csapat áll egyébként mögötte, akár a belső, akár a tágabb értelemben a külső stábot nézzük. Azért nem több mint 400 ember dolgozik itt szinte egész évben különböző pozíciókban, az udvaroknak a saját kis segítő stáb is beleszámolva. Úgyhogy nyilván komoly és nagy feladat, de egy örömteli feladat. Akkor viszont a kevésbé örömteli dolgokról váltsunk két szót itt a végére. Érzitek-e a válságot? Látszik-e ez az előzetes foglalásokon, bármi máson? Illetve az odalátogatóknak milyen inflációs hatással kell számolniuk, azaz mennyivel lesznek drágábbak a különböző szolgáltatások? Mi igyekeztünk az inflációt is úgy beépíteni a szolgáltatásban, hogy azért az ne a teljes infláció kell lekövetni. Tehát nálunk egy árak például nem drágultak olyan szinten, mint amit egyébként mondjuk esetleg máshol tapasztalhatunk. Nyilván a helyszínen a különböző év vendéglátóhelyeken ott észlelhető drágulás, de szerencsére a völgynek mind a közönsége, mind pedig az odaérkező ideglenes kitelepülők, vásározók, vendéglátósok is úgy vannak vele, hogy itt nem feltétlenül egyébként a giga haszon a terv, tehát mindenki röltás talaján mozog, és azt gondolom egyébként, hogy a művészetek vagy az egyik legpénztárca barátabb fesztivál az idei évben is. Nagyon szépen köszönöm Ernhaft Attilának, a Művészetek Völgye ügyvezetőjének, hogy elmondta nekünk, hogy mire lehet számítani Kapolcson, Vigán Petendel és Talján Dörösben. És megyünk tovább. Az idén is megyünk tovább. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm szépen. Köszi. És akkor folytatjuk tovább a műsort. Két hazai fesztivál után most a határon túlra kalandozunk. Vendégünk pedig Bokor Réga, a Gombaszög és a Párkányi Forma Festnek a szervezője, jól mondom? A hallgatókat, sziasztok! Igen, tökéletes. Mire számíthatunk az egyik, illetve a másik helyen? Azon túl, hogy Gombaszögön, ezt most csak azért mondom el, mert Orfű kapcsán elhangzott, hogy német kollega fel fog lépni, Gombaszögön pedig majd én leszek valami panelbeszélgetésben. Bizonyám, örülünk az ilyen együttműködéseknek. Hát Gombaszög ugye a legnagyobb szlovákiai magyar rendezvény, rengeteg programmal, egy hét alatt körülbelül 450 programot valósítunk meg, és hát ez az, ami zenei téren is a legtöbbet kínálja Felvidéken, úgyhogy 6 zenei stage-el működünk, amiben mindenki megtalálja neki való típusú zenét. Mennyire nehéz összehozni egy ilyen fesztivált most, vagy akár az elmúlt években a Felvidéken?
Hát ugye minden anyagiak kérdése nálunk is. A mi fesztiválunk az nem olyan, mint a klasszik kereskedelmi fesztiválok, hanem itt mindenki önkéntes, aki a szervezésben részt vesz. Az egyesületünk a cserkészek után a második legnagyobb önkéntes bázissal bíró szervezet itt Szlovákiában, úgyhogy a fesztivál lebonyolítását az több mint 300 önkéntes fiatal ingyen munkájával tudjuk megszervezni. És hát ugye az a célja, hogy 20 év múlva is legyen még kinek szervezni itt Felvidéken magyar kultúrát, és ez viszont egy erőssége is a mi fesztiválunknak. Tehát a csapatban rejlő erő az, az ami nálunk gombaszögön ki tud virágozni. És az önkéntesek közül, ha lehet ilyet kérdezni, mennyien felvidékiek és mennyien nem azok, illetve a közönség hogy oszlik meg? Mind a szervezők, az önkéntesek, mind a résztvevőkre igaz az, hogy ilyen 90-95%-ban felvidéki magyarok, de azért járnak hozzánk Magyarországról is kíváncsi emberek, akik kíváncsiak arra, hogy mi milyenek vagyunk itt a felvidéken, meg egyébként Gombaszög maga közel van a magyar határhoz, gyakorlatilag Aktelekkel szemben ugyanaz a barlangrendszer, ahol ha valaki elmegy Aktelekre barlangot látogatni, hát ugyan azt a barlangrendszert Gombaszögről is meg tudja közelíteni, van is ott a fesztivál helyszínén egy UNESCO-s cseppkőbarlagunk. Viszont a fellépőknél ez az arány már nem áll meg? A fellépőknél nem. Törekszünk arra, hogy a mainstream magyar zenei kínálat mellett a kicsit alterosabb vagy rockosabb fellépőket is el tudjuk hívni Magyarországról. Akkor nem csak a barlang miatt Underground Festival. Na akkor itt álljunk meg ennél a roppant jól sikerült viccnél, mert elmegyünk hírezni egy kicsikét és jövünk vissza. És akkor... vissza is jöttünk, ez itt a Nagykép Gombaszöggel folytatjuk, az Alternál tartottunk jelen pillanatban, a barlangnál. Így van, amiből viszont nem jön medve. És nem, medve nem, viszont cukis szalamandrák igen, amiknek még egy külön bejárat is van a vasajtó mellett csinálva, hogy ki be tudjanak járni a barlangban ezek a kis állatkák. A szalamandra egyébként Gombaszög vizuálén is gyakran megjelenik, de hogy a zenéről is beszéljek kicsit, a nagy színpadunkon Azaria, Betonhofi vagy Rúzsa Magdi a Bohemian Betyárs lép fel, és a középső színpadunkon, amit idén a hajógyárral közösen tudunk meg valósítani, Ivan and the Tarazol, Blaha Louisiana, Hiperkarma, AVS és hasonló fellépőink lesznek. És ugyanakkor, mivel hát ugye felvidéki fesztivál vagyunk, külön figyelmet, egy egész külön színpadot szentelünk a felvidéki zenének, ahol kedtől szombatig csak és kizárólag felvidéki zenekarok léphetnek fel, így biztosítva számukra is olyan lehetőségeket, amik hát a magyar piacon nem igazán elérhetőek a felvidéki zenészeknek. Július 11-től 16-áig tart a rendezvény, ez azt is jelenti, hogy a 14-e és a 15-i este az, amelyik a legnagyobb érdeklődésre tart igényt? Akkor igen, szokott a csúcs lenni? Jellemzően így van. Kedden érkeznek azok a fiatalok, akik jellemzően sátrakban fesztiválozzák végig Gombaszöget, és a péntek szombati napunkon a széles régió, tehát egész Gömör általában beszokott esni, úgyhogy akkor 5-6-7000 ember is bent szokott lenni egyszerre a csodálatos gombaszögi völgyben. Hogy néz ki a jegyár? Tehát kicsit közszolgálatozzunk. Az árak hogy alakultak az elmúlt évekhez képest, ugye infláció valószínűleg... Azt hiszem állíthatom, hogy mi egy nagyon olcsó fesztivál vagyunk, ugye az is a célunk, hogy minél többen részt tudjanak venni ezen a rendezvényen, és a felvidéki magyar a felvidéki magyarral tudjon ismerkedni, erősítsük a kapcsolati hálót, mert ez az, ami meg tudja tartani a közösségünket. És hát voltak mindenféle jegyakcióink, de ha most rámentek a www.gombaszog.sk per jegyek oldalra, akkor láthatjátok, hogy egy viszonylag baráti áron kínáljuk ezt a majd 500 programot, és mindemellett megkérdettünk egy olyan akciót is, hogy aki 1990 előtt született, az, ha március 31-ig ingyen regisztrált, akkor ingyen is jöhetett a fesztiválra, szóval
így törekszünk arra, hogy a fiatalság mellett meg tudjuk szólítani a családosokat és a 30 pluszos korosztályt is, akik jellemzően már gyermekekkel érkeznek a fesztiválra, úgyhogy nagyon sok gyerekprogramunk lesz, sőt külön van Gomba Ovi, ahol szintén önkéntes fiatal óvónők foglalkoznak a gyerekekkel egész nap. Nem, pár másodpercünk maradt, kérlek szépen Párkányról mondjál még kettő szót. Párkányi Forma Fesztivál, az a zenekarom, a Jóvilágban zenekarnak az alter minifesztiválja. Az volt a célunk vele, hogy a mainstream helyett valami alternatívát is kínáljunk, olyan magyar zenéket, amik egyébként nem jutnának el így az Esztergommal szemközt lévő kisvárosunkba. És most lesz a 13. boszorkányos évfolyama már ennek a fesztiválnak, úgyhogy mindenkit várunk nagy szeretettel, aki át szeretné velünk együtt élni a nyár legboldogabb napjait. Az Esztergomi Bazilika csodás panorámája mellett alterzenéket, közösségi tábortüzet, érdekes előadásokat kínálunk, és Kréta kígyót is rajzolunk a Mária Valéria hídra. Nagyon szépen köszönjük, Bokor Rékával beszélgettünk, és folytatjuk tovább a műsort. Én is köszönöm. Szép nyarat. Szia. És akkor folytatjuk tovább, ez itt a Nagykép. Robi. Szervusz. Lóben vagy Norbert, volt produkció vezetője, volt fesztivál alapítója. Lesz a vendégünk itt most. Kezdjük onnan, hogy te azért ugye elég régi motoros vagy a magyar fesztivál szakmában, vagy zeneiparban, és hát 2-3 elég nehéz év van emögött a iparág mögött. Hogy látod, milyen lesz az idei fesztivál nyár? Hát, hogyha év elején vagy az előző év végén kérdeztetek volna, akkor valószínűleg egészen más mondok, mint amit most érzek, vagy most látok. Igen, de csak azért szeretek őszinte lenni abban, hogy elég sokszor ellentmondok saját magamnak is, hiszen a megérzésem azért eléggé arról szólt az előző év végén és az idei év elején is. És azt hiszem, hogy a szakmabeli társaim, akik az országban máshol szerveznek fesztiválokat, is osztották ezt a vélekedést, hogy nagyon-nagyon tartottunk attól, hogy mennyire lesz fizetőképes kereslet Magyarországon fesztiválokra, koncertekre és arra sok mindenre, ami várja a hazai közönséget. És hát persze nem akarunk előre inni a medvebőrére, meg előre azt mondani, hogy most már minden rendben van. De annak ellenére, hogy látjuk, hogy egy hihetetlen, szinte túlkínálat jellemző a hazai piacra, a hazai és nemzetközi koncertek terén, rengeteg fesztivál egymás egyén hátán, amit megszokhattunk már rendszeresen, illetve hát eleve mindenki tartott attól, hogy a gazdasági nehézségek milyen hatással lesznek az idejére. A vásárlókedv e pillanatban úgy tűnik, egyeztetve azért elég sok mindenki az országban, sokkal biztatóbb, mint amire számítottunk. Ami azt jelenti, hogy változatlan érdeklődés mellett változatlan árszínvonalon lehet hozzájutni a fesztiválokhoz és a fesztiválokon nyújtott szolgáltatásokhoz, avagy az infláció érezteti a hatását mindenütt. Az egy érdekes játék, ami talán félúton akkor, amikor már így közeledünk a fesztiválokhoz, ugye ebben a hónapban már lesz egy Balatonszand, Fishing on Orfű, és még jó néhány fesztivál elindult, tehát belecsapunk most már a fesztivál szezonba. Az látható vagy érezhető volt, hogy miközben azért az ilyen klasszikus értelemben nagy koncertek, amik a Puskásban vagy a Papp László Budapest Sport Arénában zajlanak, vagy akár Budapest Parkban, azoknak a fajlagos belépőjegy árai egy-egy fesztivál árához képest jóval magasabban tudnak megvalósulni. Ugye azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy a fesztiváloknak a szervezői azért próbáltak a piacon, földön maradni és óvatosan lépést tartani azzal, hogy a közönség mit bír el. Miközben hát azért azt látjuk, hogy jó néhány 3-4 napos fesztivál 3-4 napra 30 ezer forint körüli jegyárral dolgozik egy bérlet esetében, ami hogyha megnézzük egy-egy fellépőnek a koncertjét, akár nemzetközi, akár hazaiakat, az árérték arányban azért egy kicsit távol volt egymástól. Viszont az is látható, hogy közeledve a fesztiválokhoz, amikor már a kereslet ezt indokolja, akkor mindenki megpróbálja azt meglépni, megpróbálja azt elérni, hogy egy magasabb, egy reálisabb árat tudjon szabni a közönség számára. Azt tapasztaljuk, azt látjuk, és viszonylag gyakran, szinte heti rendszerességgel azért beszélgetünk a különböző fesztiválok szervezőivel szerte az országban. Ugye a kereslet és az érdeklődés az erősebb, mint amire az idejében számított bárki. Korábban itt beszélgettünk Egyedi Péterrel, ugye, aki a Fishing on Orfűt képviselte, vagy képviseli, és fölmerült ez a kérdés, vagy fölvetettük azt a szempontot, hogy ugye mára
olyan értelemben átalakult a hazai fesztiválvilág, hogy sokkal differenciáltabb, sokkal specifikusabb, vannak ilyen-olyan-amolyan fesztiválok, mindenki jobban megtalálhatja kapásból az igényeinek megfelelő fesztivált. Ezen túl, vagy ezzel együtt, szerinted mik voltak azok a legfontosabb dolgok, amik így az elmúlt 20, de lassan, hát vagy mondhatni 30 évben átalakultak a hazai fesztiválpiacon? Mik azok a legfontosabb irányok, ami mentén alakultak ezek a rendezvények? Hát, hogy te is a bevezetőben engem megmutattál, azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk azt, hogy van egy közös múltunk, hiszen akkor, amikor én elkezdtem fesztiválokat szervezni, most már lassan 3 évtizeddel ezelőtt, akkor viszont gyakran kereszteztük egymás útját abban az értelemben, hogy te fellépője, résztvevője voltál, állandó résztvevője azoknak a fesztiváloknak, elsősorban voltnak, aminek én szervezője voltam akkoriban még, vagy alapítója. Hát az első néhány évtized abban az időszakban, amikor én vidéki fesztiválokat szerveztem, az abszolút jellemző volt, hogy az egy eseménynek számított, hogy mondjuk Sopronba elzarándokolja Budapestről bárhonnan a közönség, hiszen az ilyen klasszikus értelemben vett nagy bemutatkozási, megnyilvánulási lehetőség az egy-egy vidéki fesztivál volt. Ebben azt hiszem, hogy mondhatom talán nagy képviség nélkül, hogy volt azért egy fontos szerepet töltött be, tehát akkoriban a Heaven Seat 7-től a Punani Massive-ig nagyon sokan ott tartották a lemezbemutató és ilyen-olyan koncertjüket. Ebben az értelemben azért nagyon megváltozott a hazai lehetőség, a hazai piacnak a helyzete. Ma már látjuk, én úgy szoktam fogalmazni, hogy a sikert manapság Budapest Parkban méri minden zenekar, tehát akkor, hogyha arra vagyunk kíváncsiak egy fesztivál esetében, hogy XY zenekar van-e kedve jönni, hova méri magát, és így tovább, akkor azért a leggyakoribb válasz az szokott lenni, hogy na de hát már majdnem megtöltöttük a Budapest Parkot, úgyhogy ebben az értelemben az igazi fesztiválozás élményt sokak számára Budapesten meg tudja adni a Budapest Park, amit egyébként a vidéki fesztiválok bitoroltak nagyon sokáig. Ettől függetlenül az a mondás, amit régóta Magyarország magáénak mondhat idézőjelve, hogy Magyarország fesztivál nagyhatalomnak mondható, azt hiszem, hogy ebben az időszakban manapság is érvényes, hiszen a nyári időszakban azt látjuk, hogy egy hétvégére akár 2-3 olyan fesztivál is jut, ami az ország különböző pontjain nagyjából hasonló közönségnek, hasonló tematika szerint zajlik. Viszont az is látható, hogy azon a téren egy elég nagy elmozdulás történt az elmúlt években. Vannak azok a klasszikus értelemben vett, nagyon hasonlónak mondható tematikájú fesztiválok, mint a Strand, az EFOT, a Campus, és így sorolhatnám, most természetesen mindegyikben vannak különbségek, lehet köztük különbséget találni, de azért nagyjából lehet azt mondani, hogy hasonló tematikára épülnek. Viszont vannak olyanok, amelyek kifejezetten arra mentek rá, és ilyen értelemben nekem az egyik kedvencem pont a fishing, kár, hogy a Peti beszélgetését nem hallgattam, majd utólag utána megyek, amelynél van egy meghatározott vonal tematikában, zenében, abban a kultúrkörben, amit ők fontosnak éreznek, van egy meghatározott méret, és azt hiszem, hogy például a méretnek egy nagy jelentőségű van az ő esetükben, mert a közönség már csak azért is nagyon szeret jó néhány fesztivált idehaza, ide tartozik a fishing is az én megítélésem szerint, mert hogy azt a fajta emberi léptéket, azt a családiasságot sikerült megőrizniük, ami egy fesztivál esetében sokaknak fontos. Nincsenek róla méréseink, mert hát hiszen nem is lehetnek majd csak utólag a nyár végeztével, hogy miként alakul a turizmus általában ebben az évben, hogy tippelni tudunk csak. Szerinted nem az lesz a mostani meglehetősen nehéz körülmények között a reakciója a fiataloknak, a nyaralni vágyóknak, a szórakozni vágyóknak, hogy felértékelődik ismételten a belföldi turizmus, és ezen keresztül a fesztiválok, és hogy tulajdonképpen a gazdasági nehézségek még jót is tesznek a ti iparágatoknak. Ahogy az idejében mi fog történni, az én is azt gondolom, hogy benne van a pakliban, amit te is elmondta, hogy valami hasonló jellegű reakció, de azt is érdemes látnunk, hogy azért az elmúlt mondjuk egy-másfél évtizedben ez eleve jellemző volt, hogy a fesztiválozás mint létforma, vagy mint szabadidő eltöltési lehetőség, az nem csak egy buliként épült be a közönségnek az életében, hanem a nyaralásnak egyfajta alternatívájaként. Azt azért egy ideje figyelmeztetni,
figyelgetem, hogy Nyugat-Európában, ahol egészen más méretű piacokról beszélhetünk, ahol nem feltétlenül kell minden áron megnyerni bárkit annak érdekében, hogy ott legyen egy koncerten, hiszen a piac mérete az lehetővé teszi, hogy viszonylag könnyen nagy nevek mellett teltházasak tudnak lenni hatalmas események. Azt meg lehetett figyelni, hogy a magyar fesztiválok szinte kivétel nélkül, tehát direkt nem a sajátjainkról beszélünk most, hanem a legtöbb általam ismert fesztivál, nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a közönség életkortól szinte függetlenül úgy érezze, hogy az egy nyaralási opció, akár a régión belül, akár távolabbról, gyerekeknek, idősebbeknek, többféle korosztálynak hát elmenni egy az ország bármely régiójába. Hát hiszen ugye a minden magyar fesztiválok ősképe a Sziget, az éppen ezzel a indítatással lett. Kell egy hét együttlét. Így van. Tehát valójában már az alapítás, ez az ihletettség megvolt. Tulajdonképpen ez a példakép, amit a Sziget fölépített, az hát szinte mérhetetlen, de azt hiszem, hogy fesztivál szervezőként ezt jó néhányan látjuk, hogy azért nagyon-nagyon jó hatással volt a piacnak arra a fajta gondolkodására, hogy én, amikor Nyugat-Európában volt azért szerencsém minden évben legalább egyszer-kétszer eljutni fesztiválokra, a legtöbb esetben leesik az áll az embernek attól a line-uptól, attól a kínálattól, amit egy fesztivál tud nyújtani, de mondjuk az a fajta kreativitás, ami egy csomó magyar fesztiválra, kivált persze a Sziget, volt ez sok meg jellemző, de ma már azért sok más vidéki fesztiválra is jellemző, azt azért sokszor hiányoltam az olyan nyugat-európai fesztiváloknál, amelyek az igazi példaképnek számítanak. Abban a téren is azt hiszem, hogy idén megfigyelhető, legalábbis az én orrom azt mondta az év elején, hogy lehet, hogy érdemes abban gondolkodni, hogy nem feltétlenül nemzetközi sztárokra kell gigantikus összegeket elkölteni minden fesztivál esetében, sokkal inkább megtartani a belépőjét egy olyan áron, ami a közönség számára megfizethető, hiszen azt egy párszor azért ti is elemeztétek már, ez én számomra is egy hihetetlen elemzésre méltó helyzet, hogy az elmúlt egy-két évben olyan szintű boom volt megfigyelhető, vagy megfigyelhető még ma is a hazai zenekarok iránti érdeklődésben, fesztiválok, koncertek esetében, ami azt hiszem, hogy sokkal inkább az irányba tolja a gondolkodását a fesztivál szervezőknek, hogy mutassuk meg azokat a hazai zenekarokat, akikre nagyon kíváncsi a közönség, és hát ebben nyilván van egy nagy szakadék, mondjuk egy Sziget és bárki máshoz képest, mert hogy a Sziget a nyugat-európai vagy a világtrendnek a csúcsát hozza el, ami nyilván egy egész más liga, és hát azt hiszem, hogy a vidéki fesztiváloknál egy kérdés, hát mindenkinek a maga döntés, nem biztos, hogy ezzel versenyezni kell, vagy versenyezni lehet, versenyezni érdemes. Én vagy mi a... Nem is nagyon akarnak, de mert hát nyilván azért ez egy nagyon nagy szakadék, amit a Szigetféle kínálat és bármi más tud nyújtani, de én azt látom, hogy több vidéki fesztivál most idén azt a döntést hozta meg, hogy le is szakad egy kicsit erről a minden áron legyen ott külföldi fellépő. Éppen most beszélgettem, idefele jöhet egy hazai szervezővel, aki inkább elektronikus zenei programokat szervez, és ő maga is azt mondja, hogy az, hogy néhány tízezer, százezer euróért, ami azért, hogyha 3-400-al beszorozzuk, azért egy komoly összeget tud jelenteni, elhozzon valaki egy olyan nevet, aki nem is biztos, hogy olyan nagyon-nagyon vevő a közönség, hogyha ezt inkább arra fordítja, hogy nagyobb kommunikációt tegyen mellé, vagy olcsóbban tudja tartani egy árat, azt lehet, hogy jobban meghálálja a magyar piac. Úgyhogy e tekintetben majd évvégén kíváncsi leszek, hogyha túl vagyunk a szezonon, hogy melyik fesztiválnak a gondolkodása, a döntése volt az igazán örömutató. Na de most szerintem beszéljünk azokról a rendezvényekről, vagy fesztiválokról, amikhez közöd van. Mesélj, hogy ott mit lehet majd látni, miért érdemes oda menni. Hát a mi fesztiváljaink azok egyen már ugye túl vagyunk. Ugye igen, ezt akartam közvetűzni, hogy lehetett látni. Lehetett látni, igen. Hát az egy igazából egy, azt nem akarom azt mondani, hogy kísérlet, de végig is kísérlet is egyben, mert hogy egy olyasmivel próbálkoztunk, ami deklaráltan kicsi is és egyben nagy is akart lenni, mert hogy nem szándékunk klasszikus értelmen vett vidéki nagy fesztivált építeni, közben meg azt szeretnénk, hogyha egy olyan produktum jönne létre, amit abban az értelemben nagynak tartanak a vendégeink, hogy jó szívvel gondolnak vissza rá és emlegetik. Ilyen értelemben azt hiszem, hogy ez a Sopron Fest. Tehát te jelen voltál, nem tudom, mit tapasztaltál, az én visszajelzéseim, vagy hozzám érkező visszajelzések javarészt pozitívak voltak, úgyhogy szeretnénk ezen az úton
tovább haladni. Egyébként pedig, amire mi föltettük egy ideje már az ilyenfajta életünket, a rendezvényszervezői munkánkat, az most már pontosan 10 évvel ezelőtt indítottuk el a MOL Nagyon Balaton névre hallgató sorozatot, aminek tulajdonképpen két oka vagy két ága van. Az egyik az az, hogy a Balatonon működő színvonalas, izgalmas produkciókat próbáljuk egy ernyő alá terelni, hívni, annak érdekében, hogy azt tudjuk mondani, ez 10 évvel ezelőtt még egy nagy kérdés volt, ma már azt remélem, hogy kevésbé kell magyarázat mellé, hogy a Balaton igazán izgalmas és színvonalas dolgokról is szól. Ez alatt értem a Művészetek Völgyét, a Jazz Picnic-et, a Veszprém Festet, a Balaton Sandot és még jó néhány olyan produkciót, amit egyébként pont a MOL Nagyon Balaton indulásával együtt indítottunk el. Tehát a Strand Fesztivál ugye szintén 10. éve létezik, azzal együtt kezdtük el, ami ugye augusztus végén egy nyárzáró fesztiválként működik idén is, és hát hogyha már eddig ugye arról beszéltük, hogy mik a prognózisok, vagy mik azok a jelek, amiket láttunk, eddig azt látjuk, megpróbálom nem elkiabálni, hogy igazán pozitív és nagy az érdeklődés iránta, ami hát nem, azért nagyon nem csodálkozunk rajta, de azért természetesen minden évben van egy félelem szerintem minden szervezőben, hogy vajon meg tudja elépni, tudja eltartani ezt a színvonalat, amit elvár tőle a közönség. Van egy induló programunk, amit tavaly indított. Igen, bocsánat, parancsolj. Nem, mondjad még, figyelek. Ugye tavaly indítottunk el ugyancsak Zamárdiban egy olyasmi jellegű programot, ami tematikáját nézve azt hiszem, hogy eléggé emlékeztethet arra, amit a Sopron Fest esetében láthatott a közönség, csak hát nyilván Zamárdi méretekben egészen más létesítményekben gondolkodhatunk, aminek egy fontos mondani valója az, hogy próbáljuk megmutatni azt a várost, amire egyébként nyilván sokan érkeznek minden évben, minden hónapban turisták, de hogy a strandon túl mi az, ami még lehet egy ilyen városban. Például a helyi kilátóhoz a Kis Tibivel, Aranyakkorda, Járai Márkkal koncerteket szervezünk, kiállításokat viszünk szabadtérre, a vasútállomásra, jazzkoncerteket, teraszokra és így tovább. Tehát egy olyan típusú programban gondolkodunk, ami a déli partra nem feltétlenül jellemző, ott azért egy másfajta buli turizmus honosodott meg az elmúlt évtizedekben. Azt reméljük, hogy ez egy olyan produkció tud lenni, ami hosszú távon is ebbe a régióba szerethetővé válik. Említetted a Sopron Festet, említetted a tavaly indult kezdeményezéseteket, és ugye a Volttól indítottunk, hogy mennyiben nehéz feladat az, amikor kialakul egy olyan hely, egy olyan vállalkozás, ami nem pusztán üzlet, hanem érzelmi dolgok is kötődnek hozzá, integráns részévé válik a közkultúrának, és melyik az a pont, amikor azt mondja az ember, hogy ezt el kell engedni. Ugye itt emlékeztetnék arra, hogy nekünk volt egy nagy vihart, kavart összeállításunk a Szigettel kapcsolatban, így Demeter Szilárd és Kádár Tamás rajtunk keresztül üzengetett is egy kicsit egymásnak. Nagyjából ezt a kérdést feszegettük, hogy mennyiben lehet még a Szigetet Szigetnek tekinteni, amikor a helyi jellegét elvesztette, nem kötődik olyan szorosan már magához, sem a városhoz, sem az országhoz, sem a napjaink kultúrájához. De most ugye a Volt egy más utat választott végül is, mint a Sziget. Mennyiben tudatos ez, és tudsz-e bármiféle receptet mondani erre, vagy ilyesmi nincs? Hát a Volt esetében én igazából azt az időszakot tudom leginkább elemezni, amihez közön volt, és az viszonylag sok, ugye 30 évből azt hiszem 2 maradt el, és a maradék 28 vagy 27-nél mint alapító főszervező voltam jelen. Hát ott az egy érdekes utólag valóban elemzésre méltó helyzet volt, hogy az első 10 évet azt önállóan vittük mi nagyjából a Fülöp Zoli társammal, és az volt az időszak, azt hiszem 2000 környékén, 2001 vagy 2, amikor a Gerendai Karcsékkal társultunk, és összevontuk az erőinket, és indultunk el egy olyan építkezés útján, ami akkor is azért már jó néhány fesztivál jelen volt az országban, de talán nem volt ez a fajta kínálat, ami az idei, vagy mostanában utóbbi években jellemző.
És hát azt hiszem, hogy utólag nehezen mondjuk meg, hogy vajon jó döntéseket hoztunk el akkor, amikor mondjuk Szigetre jellemző méretű produkciókat hívtunk el a Voltra, gondolok, mondjuk egy Linkin Park, egy Arctic Monkeysra, vagy egy Depeche Mode-ra, mert hogy az adott évben azok mindig nagyon-nagyon izgalmasak voltak, és nagyon-nagyon magasra tették a fesztivált, de nagyon-nagyon magasra tették a közönségnek a várakozását a következő évre is, tehát egy Linkin Park után azért nehéz volt egy évvel később azt mondani, hogy most akkor mit hozunk, hogyha a tavaly a Linkin Parkot sikerült, már pedig egy Sopron méretű városban azzal a szállás kapacitással, amit egy átlagos magyar város tud, nem lehet arra építeni, hogy ilyen nagyságrendű produkciók valósuljanak meg rendszeresen. Ha csak a mostani piacot nézem, mondjuk egy kampusz esetében már jobban el tudom képzelni, ez egy Debrecen méretű városban, vagy egy Debrecen méretű Debrecenre jellemző szállás kapacitásokkal, hogy ez indokoltabb. A mi esetünkben azért ez egy nagyon-nagyon veszélyes játéknak tűnt, és folyamatosan ebben a spirálban éreztük magunkat, hogy vajon jövőre hogyan miként tudunk teljesíteni. Én ezért is gondolom azt, hogy ugye ez a város részéről volt egy kérés az irányunkba, hogy ameddig nincs volt fesztivál, vagy ha nincs volt fesztivál, addig ne maradjon a város ünnep nélkül. Mi ezt, mint soproni lokálpatrióták, Sopronhoz erősen kötődő, ugye Sopronban születtünk, Zolit barátom és én is, nagy örömmel vágtuk bele a fejszénket, és azt is gondoljuk, hogy nekünk most ez áll jól, ezt a méretet szeretjük képviselni, hogy ebből milyen építkezés jöhet még ki. Azt persze nem látjuk, de nem célunk az a fajta méret, amit a korábbi időszakban, években, évtizedekben megszokhatott a közönség. Záró kérdés, egyetlen egy szóval próbálj meg válaszolni. 30 évet soroltál fel, mint amióta már ezen a területen mozogsz. Mennyit látsz magad előtt, meddig fogod megcsinálni? Hát mondtad, hogy egy szóval kell válaszolni, és ezt nem fogom tudni teljesíteni. Hát ez egy folyamatos kérdés az ember életében. Azt hiszem, hogy nem csak a fesztivál vagy rendezvényszervezők teszik fel maguknak azt a kérdést, hogy néha így kerek föl, néha meg úgy kerek föl, de az mondjuk jó érzés, amikor egy-egy új kollega találkozik velünk, és csodálkozva néz ránk, hogy azért az hihetetlen, hogy mai napig tud csillogni a szemetek egy-egy produkció kapcsán. Ebbe azért bele lehet úgy szeretni, mint azt hiszem, hogy jó néhány szakmában a földkerekségen, úgyhogy biztos, hogy nagyon messzire nem fogunk ettől a kaptafától kerülni. Köszönöm szépen, Lóbevegy Norbert volt a vendégünk. Ez volt a Nagykép. Nek az első része. Köszönöm. Köszi, hello.